Üdvözlök mindenkit innen a villamos sinekről, a Clark Adam tértől. Február 11-én V4-es csoport egy falsangi rendezvénye volt megtartva itt tulajdonképpen a Várkert-Pozárnál. Ennek okán a 41-es villamos terelve a Krisztina körúton közlekedett, a 19-es nem közlekedett este 5 óráig, tehát negyed órával ezelőttig a 16-os busz körforgalomra fordult, az 105-ös pedig egész nap az Erzsébet hídon közlekedett. A 17 óra utántól a 16-os nem jár. A 16-os a jár a dísztér és a Szélkálmán tér között. Egész nap egyébként különböző ingyenes koncertek voltak, fellépett például Karamell, a Kerekesband, Kolompos együttes, most így ezek jutottak eszembe. Színvonalas koncertek voltak hallhatóak. És egyébként a 41-essel kapcsolatban még más érdekességek is vannak, de azokról picit később. A rendezvény idő alatt egyébként a 19-es villamost két részre osztották, a Bécsi út, Vörösvári út, Batthyány tér közötti szakaszon, tehát a hátam mögött valahol messze nem látható egyébként a képen. A Batthyány térig közlekedett, ott visszafordult, a másik rá pedig Kelemföld és a Rúdas gyógyfürdő közötti szakaszfordul közlekedett a villamos. Tehát itt a Clark Adam térnél az alagúton nem jött át, ugye a bazár, Várkert bazár előtti rendezvény miatt. Clark Adam téren sajnos több utas jelölt is ott ragadt, köztük volt az idősebb korosztálytagja is. Jelen pillanatban pár perc sétálra vagyok már a Batthyány tértől, egyébként egy Caffában a megállóban. Szóval több utas is, vagy utas jelölt is ott maradt a 17 óra utáni
vagy előtti utolsó 16-os után a megállónál várják a buszt. Annak helyre, hogy elolvasták a táblán, hogy nem jár 17 óra után busz az Arkádám téren. Volt, aki sajnos ezt tényleg nem tudta meg, ezúttal is sajnálom, hogy így alakult. Úgyhogy sajnos alá lett egy picit becsülve, valamilyen közlekedést én előtt láttam volna, hogyha meghagynak ötöbra utára is. Ez nem így történt, ezt a hozzáértők biztos tudják, hogy miért így van. De én úgy gondolom, hogy a 16-os buszt be lehet engedni egészen nyugodtan Clark Ádám térre. Főleg két végén nem túl sűrű a menetrendje, belefért volna, hogy a biztonsági emberek ne engedjék az útra a busz előtt, vagy a busz elé az utasokat, meg a gyalogosokat, akik a Várkádban az előtti rendezvényen vannak. Reméljük, legközelebb ez már nem így lesz. Nem volt túl nagy a tömeg 5 óra környékén, mikor ott voltam egyébként a Parker Bazár előtt, tehát bőven belefért volna az, hogy ezt bevállalják. Most érkezem meg a Batthyány térre, itt van az a caf hátam mögött, itt vagyok a váltónál egyébként. Inkább vennék a sínekről, bár az ellenkező nem fog indulni, de ilyen biztonsági szempontokat is igyelbe kéne venni, hogy ne ütsön a villamos. Tehát itt tud visszafordulni ide. Az Arkád nem tér fele megy ki a villamos, ahogy beérkezik. 2207-es számú caf. Néhány perc van egyébként majd az indulásig, úgyhogy hamarosan el fog menni. Na, a következő helyszín Batthyány tér. A futár is írja egyébként a Clark Ádám téren is, illetve itt a Batthyány téren is, hogy a villamos, illetve a busz nem jár. Íme, egy ilyen információs tábla van kirakva itt a megálló táblánál is. Illetve peron végén, metró lejáratnál is van egy ember nagyságú tábla, úgyhogy
aki jönne ide felszállni, az egyből beleütközik, úgyhogy ez nem okoz problémát. És ha jól látom, akkor mindjárt érkezik majd egy cof, ami visszafog. És akkor a 2208-as pályaszámú szaf meg is érkezett mögém, Pattyányi tér továbbra is. Utas tájékoztató elmondja maga kis dolgát, hogy végállomás és hasonló. Ajtók záródnak. És minden ez ugye kis húzomak állóban a villanyos. Na, ajtózárás. Úgy van. Én már hallom, hogy felpörögnek a villanymotorok. Itt húz ki mellettem. Elmegy a váltóig. És mindjárt visszajön a másik vágányon. Hát, sasszézzünk előtte gyorsan. Egyébként egy fokkal jobban szerettem megmondani őszintén így a mikrofont a kezembe tartani, mert talán kevésbé zajos így a hang, mint hogyha csak a mobilnak a mikrofonjára támaszkodnék videózás közben. Maradt egy pár ember a megállóban, Lark felé. Ilyenkor egyébként a vezető átsétál a villamos másik végébe. Váltott egyébként, hogyha jól láttam, akkor nem kell állítani, hanem már át van állítva, tehát... Ezzel nem kell foglalkozni, hogy váltott átállítsák. Mindjárt felkapcsolja a fehér fényszórót, és akkor jön is ide. Így, né? Na, lássuk. Tehát háttérben a templom. Na. Mindjárt érkezik egyébként, úgyhogy... Így már ott a irányjelző villódzik. És jön is, látszik a képen. Tizenkilences Pécsi út irányába 2208-as pályaszámú cof. Áll be. Visszafogás után Pattyányi tér irányú. Pattyányi tér megállóba Bécsi út irányába. Tehát így zajlik egyébként egy visszafogás, úgy általánosságban is.
És akkor már csak annyi következik, hogy a 105-ösről néhány, hát a nem megszokott, nem az eredeti útvonalon készült felvételt fogtok látni. Jó szórakozást ehhez is! És akkor a 2208-as pályaszámú SAV meg is érkezett mögém, Pattyányi tér továbbra is. Utastájékoztató elmondja maga kis dolgát, hogy végállomás és hasonló. Ajtók záródnak. És mindegy, ez mondja kis húzó megállóban a villanyos. Na, ajtózárás. Úgy van. Én már hallom, hogy felpörögnek a villanymotorok. Itt húz ki mellettem. Elmegy a váltóig. És mindjárt visszajön a másik vágányon. Hát, szézünk előtt gyorsan. Egyébként egy fokkal jobban szerettem megmondom őszintén így a mikrofont a kezembe tartani, mert talán kevésbé zajos így a hang, mint hogyha csak a mobilnak a mikrofonjára támaszkodnék videózás közben. Maradt egy pár ember a megállóban, lak felé. Ilyenkor egyébként a vezető átsétál a villamos másik végébe. Váltót egyébként, hogyha jól láttam, akkor nem kell állítani, hanem már át van állítva, tehát... Ezzel nem kell foglalkozni, hogy váltót átállítsák. Mindjárt felkapcsolja a fehér fényszórót, és akkor jön is ide. Így, né? Na, lássuk. Tehát háttérben a templom. Na. Mindjárt érkezik egyébként, úgyhogy... Így már ott a irányjelző villódzik. És jön is, látszik a képen. Tizenkilences Pécsi út irányába 2208-as pályaszámú SAV áll be. Visszafogás után Pattyányi tér irányú. Pattyányi tér megállog a Bécsi út irányába. Tehát így zajlik egyébként egy visszafogás, úgy általánosságban is. És akkor már csak annyi következik, hogy a 105-ösről néhány, hát a nem megszokott, nem az eredeti útvonalon készült felvételt fogtok látni.
jó szórakozást ehhez is. Na és akkor az én olvasatomban egy újabb rossz pont az utas tájékoztatással kapcsolatban. Fröccs terasznál vagyok tulajdonképpen. A hátam mögött szaporodik a tömeg a 105-ös megállójában. Ott vagytok? Ott vagytok. És ott van mögöttük a láthatósági mellékben a BKK lelkes munkatársa. Hát ez a lelkesedés ez annyira nagy mértékű, hogy felelá sétál a 16-os megállójában, tehát a föld alatti lejáratánál, a 105-ös megállójában, ahol egyébként többségében turisták vannak, nem merészkedik át. Pedig ott van egymás mögött a kettő. Úgyhogy ez nem lenne különösebben megterhelő. De akkor végezzük el valamennyire a piszkos munkát. Amennyiben a 105-ös busz, mint ma február 17-én, nem érinti a Lánchidat, helyette az Erzsébet hídon közlekedik. Abban az esetben nem Fröccs terasznál kell várakozni, hanem a 9-es busz megállójában, az Astoria irányú megállójában kell várni a buszt. Könnyen felismerhető maga a megálló, hiszen innen indul a 100-as E reptéri járat. Itt áll meg tehát a 9-es busz, tőle balra. Érdető tábla, ott a 100-e. Mindjárt érkezik majd egy 9-es busz is. És itt áll meg tehát a 105-ös is. Ebben a megállóban, a 47-es villamos végállomásától jobbra található megállóban. Úgyhogy, hát nem 5 csillagos történet szokás szerint, pedig ellenben a videó majd később szóba kerül. Metróbalesetes pótlással. Ez egy előre tervezett pótlás volt, tehát így különösen érthetetlen, hogy miért így sikerült a történet, ahogy. Na, úgyhogy akkor következően tehát a beharangozott 105-ösről készült videók mindjárt érkezik is majd egy, úgyhogy ezt a mobilt ezt elrakom is jön elő a kamera táskába.
akkoriós, akkoriós tér irányába, és szinte teljesen üres volt egészen eddig a pillanatig az alagút. Most a rendezvény végeztetében engedik fel az autókat. Elég különleges jelenleg volt az autója. Tulajdonképpen teljesen kihalt a megúton végig jönni. Köszönöm szépen a figyelmet, illetve remélem tetszett ez a kis összeállítás erről a különlegesen megoldott terelésekről. Egyébként hozzá kell tennem, nem várja már itt senki a 16-ost. 7 óra van egyébként, még mindig február 11-én. És most már nem várja senki a 16-ost, tehát mindenkinek leesett az, hogy most már nem is fog jönni. Köszönöm szépen még egyszer a figyelmet, sziasztok!